Sziasztok! Itt vagyunk az Alcsúti Arborétumban. Hát erre nem számítottunk, hogy itt egy kétnapos fesztivál van. Úgyhogy millió autó, millió ember. A természethez szerettünk volna közel kerülni. Hát ez sikerült. Szóval millió ember van és millió szúnyog, így eső után. Most itt éppen próbáltunk így a fő csapás irányból kicsit kijönni, hogy azért már mégse a sok ember között legyünk a természet lágy ölén, és lesz itt mindenféle zenekar, fellépnek este, ma, holnap, nagy nevek, többé-kevésbé, úgyhogy Irigy, Hónajmirigy, Azalea, vagy hogy hívják ezt az új feltörekvő zenekart, aztán Havasi, nem is tudom, kiket láttam még, vegyesen minden felvágott, tehát Kisgrófoltól elkezdve, na jó, mindegy, szóval nem néztem végig a programot, egy biztos, hogy nem maradunk itt ezekre, úgyhogy szerintem azok az emberek, akik most jöttek ilyen egy óra körül, ezek se biztos, hogy itt maradnak, hanem majd jön egy újabb roham így este felé, aztán majd egy idő után elnézünk egyébként, hogy mi is van ezen a placon, ahol gondolom, nem tudom, van ilyen kirakodó vásár is, meg lehet kajákat is enni, meglátjuk. Úgyhogy, de most egyelőre próbáljuk élvezni a természetet, amíg nem özönlik el az erdőt a többiek. Sajnos nem tudunk sokat egy helyben ücsizni, mert annyira jönnek a szúnyogok, hogy ez elképesztő. Meglátjuk, hogy mi van ott azon a mezőn, vagy azon a placon, ahol az események folynak. Egyáltalán nem számítottunk erre. Igazából, hogyha úgy készülünk, hogy most jövünk egy fesztiválra, akkor utána egy picit másképp készülünk lélekben is, és mindenhogy. De nem így készültünk, úgyhogy... Na jó, attól még próbálunk alkalmazkodni a helyzethez. Amúgy, amint látjátok, semmilyen smink nincsen rajtam. Semmilyen. Mert nem úgy készültem, hogy itt most vlogolni fogok, hanem csak ilyen bérolókat akartam csinálni a természetről, ehhez képest bérolókat fogok csinálni saját magamról ezzel a fejjel, úgyhogy utólagos elnézéseteket kellene. Ha idézek ilyen, hogy na mindegy, azért a hajamat kiengedem, hogy mégse legyek annyira ótva. Lehet, hogy tudósítunk, hogyha egy kicsit elmegyünk abba az irányba, hogy mik is történnek itt. Minél mélyebbre megyünk az erdőbe, annál több a szúnyog, és ilyen hatalmas szúnyogok vannak, és irtózatosan csípnek. Persze eső után vagyunk, úgyhogy nem szabad vakarni, de iszonyú olyan viszket. Na, merre menjünk? Erre? Vagy erre? Na, szóval az az igazság, hogy nem terveztem vlogolni, hanem valamilyen más, ilyen tematikus videót akartam csinálni most a hétre, de lehet, hogy aztán végül is vlog lesz belőle, úgyhogy meglátjuk, hogy mi történik, most szombat van egyébként, hogy mi lesz holnap-holnap után. És hazafele, miután hosszú hétvége lesz, ugye pünkölt vasárnap és hétfő, elmegyünk vásárolni. Holnap megyünk szokásos az Anyuékhoz, hétfő jönnek gyermekeim, úgyhogy tejbegrízt rendeltek, képzeljétek el, hogy muszáj nekik tejbegrízt csinálni. Csak ahhoz laktózmentes tejet kell szereznem. Na, hát szóval ilyenek, úgyhogy nagyon izgalmas napok várnak rá. Most megyünk valamilyen tisztás felé, keresünk egy olyan helyet, ahol még nincs a buli, de azért már le tudunk ülni. Az a baj, hogy a leülésben most az a veszély, hogy megzabálnak a szúnyogok. Viszont valahol muszáj elfogyasztani a kis piknik kajánkat.
Na, nem mondom, hogy életem piknikje volt. Azért hozhatunk volna magunkkal valami szúnyogirtot, annyira hülyek vagyunk, hogy erre nem gondoltunk. Ráadásul ömlik rólam a víz a pára miatt, meg süt is a nap. Na jó, mindegy, nem javajgok. Egyébként gyönyörű minden, fantasztikus jászmin illat van. Ez azt hiszem jászmin, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ez a fehér cucc. Várjatok, megmutatom. De határozottan szerintem jászmin illata van, ami annyit jelent, hogy ez valószínűleg a jászmin. Úgyhogy, és imádom, imádom ennek az illatát egyszerűen, tényleg tök jó. Most már, ha lehet, autóval ne közelítsék meg a helyzet, megteltünk. Gyönyörű idő van a kis színpadon, tehát majd a kicsit Boston Microbit pedig 5 órától kezdünk majd. Mindenkinek nagyon jó szórakozást, élvezzék, folyik tovább a Vágvölgyi Zsúr, a 6. Vágvölgyi Zsúr. Nagy fesztivál hangulat van, sok-sok kajával, ilyen klassz kis kézműves bódékkal. Már is van egy dolog, amit így kiszúrtam, egy ilyen egyedi csempék és kerámiák, de egy ilyen kis valami, ez 7800 forint, úgyhogy valószínűleg most nem fogok ilyet venni, bár talán ez az egy dolog tetszik. Színpadon először. Először így Hónajmir így lesz itt 5-kor, aztán az Azaria, aztán Follow the Flow 9-kor, és utána, nem tudom, azt már elkapták, nem tudtam olvasni. Helyi fellépő Dániel Katica, valami általános iskola. Na jó, felcsúti fehér tigrisek. Nem tudom, ti mire asszociáltok arról, hogy zsúr, de ez egy picit nagyobb szabás eseménynek tűnik nekem. Na mindegy, de hát ezek szerint én nem tudom, hogy miért nem hallottam erről korábban, hiszen a 6. szóval talán azért, mert nem szeretek ilyen fesztiválokra járni, meg zsúrokra. Úgy látom, hogy a fagyis sor az igen-igen népszerű.
Hány az idő? Hány óra? Na akkor most már látom normálisan, ma este 3.11-kor Demjén Ferenc koncert is lesz, képzeljétek el. Holnap vasárnap lesz Edda, aztán Havasi, az 11-kor Icaka, Pápai Joci, Nótár Mari 4-kor Szüzanyám. Na jó. Többiekről nem is hallottam életemben, de hát ez nem jelent semmit. Úgy látom, hogy az ötlet az, hogy zene mindenkinek legyen, és mindenki ízlésének megfelelő. Csak én most szakadolom a víz, úgyhogy szerintem mi ezt most be fogjuk fejezni, és megyünk szépen haza, amíg még ki tudunk jönni a kocsiban. Most keressük azt a kijáratot, ahol bejöttünk, mert egy másik kijáratnál voltunk, és onnan nem tudom, hogy milyen hosszú lenne az út kint, és nem is akarunk kint gyalogolni, hanem muszáj. Úgyhogy most megpróbáljuk megkeresni azt a kijáratot, vagy bejáratot, ahol bejöttünk. Tele a parkoló, úgyhogy még nagy szerencsénk volt, aztán nem engednek most már, mert nagyon alkú van, és nagy mindenhol rengeteg, rengeteg autó, bekapcsoltuk a kondit, mert nem tudunk, úgyhogy most tudjuk szépen haza. Kóstoljuk ezt a full natural ice cream-et mangó ízesítésben. Allergénmentes, ezt most vettük többek között az Aldiban, úgyhogy hát vegán, mondjuk tej nincsen benne, olyat akartam. De hát sajnos cukor az van, ugye nézzetek meg, 22,8 g a szénhidrát tartalma, majd ebből cukrok, 20,7, szuper. Mangos jégkrém, mangó velő, 40%, tehát ennyi a mangótartalom, kókuszzsír, édesítő szirup. Hát nem tudom, ez mennyire egészséges, gyerekek, de úgy látom, hogy minden mentes. Úgyhogy megkóstolom. Továbbra sem csináltam semmit a fejemmel, elnézést. De azért jó, hogy hazaértünk. Nem rossz. Ja, jó sárga színe van, jó sűrű. Szóval azért a zsírt azt érzékelem bennem, amit ez a kókuszzsírt, hogy nem annyira vizes, hanem ugye azt a tejet, amit kihagytak belőle. Azt szerintem ilyen zsíradékkal igyekezték pótolni. És nem túl éles, szóval jó éve van. Még nem akarom egyszer az egészet megenni, mert ez ilyen. Tehát 100 g az 118 kalória, és ez 300 g, tehát ez azt jelenti, hogy 118x300 az a kis bödön. Úgyhogy ezt most nem fogom megenni. De fincsi, és nagyon-nagyon-nagyon frissítő. Amúgy itt van egy kisbolt velünk szemben, igazából zöldséges, úgyhogy vettem görögdínyét is ott, és vettem epret, mindig ott eszem az epret, és nagyon finom. Úgyhogy most is feltankoltam a hosszú hétvégére eperből, és dinnyéből, szóval friss gyümölcsöket is vettem. Úgyhogy szerintem ezzel most el leszünk. Most jöttünk meg anyukáméktól, pünkös vasárnap van, gyerekekkel voltunk ott. Az előbbi képkockákon azokat a csodálatos muskátlikat láthattátok, azok az anyukámék muskátliai. Csak jelzem, hogy az enyémek sose lesznek ilyenek, én nem tudom. Mindent, amit az anyuék csinálnak, az valahogy ilyen közel a tökéleteshez, és mindig olyan érzésem van volt, hogy egyszerűen ehhez én nem fogok tudni úgyse felérni soha. Aztán itt a házunk előtt is láthattatok pár képkockát, itt a házban lakó hölgyek tartják rendben, illetve alakítottak ki egy ilyen kis kertet, minden talpalatnyi földön tulajdonképpen.
Tehát én ezt nagyon nagyra becsülöm, tehát szerintem tök jó dolog, egyrészt jól néz ki, másrészt pedig nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a kertészkedéssel. Hogyha nekem azért lenne valamennyi kis földem, kis kertem, akkor azért az biztos, hogy gondoznám, és ültetnék bele ezt-azt. Ti szoktatok egyébként kertészkedni? Egyébként képzeljétek el, hogy én most így bele vagyok szeretve ebbe a mediterrán diétába. Elsősorban az egészségügyi vonatkozásai miatt, és nem annyira a fogyás vonatkozásai miatt. Bár mondjuk több tanulmányokban nem mélyedtem el, tudok róla, hogy nagyon-nagyon sok felmérés van, rengeteg kutatás készült a mediterrán diétával kapcsolatban, és annak az eredményeivel kapcsolatban. És tudom, hogy van olyan is, ami kihozza eredményként azt, hogy ez hozzájárul a testsúly csökkenéshez is, hogyha ugye nyilván tartósan ezt alkalmazza az ember. De elsősorban ezek a kutatások inkább arra helyezik a hangsúlyt, és azt emelik ki eredményként, hogy a mediterrán diéta nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb ideig éljünk, illetve bizonyos időskorral járó egészségügyi kockázatokat is csökkent. Tehát ilyen például elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedések, különböző gyulladásos autoimmun betegségek, nem véletlen, hogy én most itt a csípőm miatt, meg az ERA félelmem miatt találtam erre rá, és csökkenti a cukorbetegség kockázatát is, szóval nagyon-nagyon sok pozitív hatása van állítólag az egészségünkre, illetve elősegíti azt, hogy tovább maradjunk igazából aktívak és egészségesek. A mediterrán diétát azt a földközi tengerrel szomszédos vagy határos országok étrendje ihlette, és már több évtizedre nyúlik vissza a története. Először 1993-ban publikálták azt a piramist, vagy ahhoz hasonló piramist, amit az előbb is láthattatok, amit a Harvard Egyetem és a WHO publikált először, és mondta azt, hogy ez az a ajánlott egészséges étrend, ami ugye a hosszú élethez és a hosszabban tartó egészséges állapothoz tulajdonképpen hozzájárul. De ez a kifejezés, hogy mediterrán diéta, ez már az 50-es évek végén is megjelent. A mediterrán diéta az igazából nincsen szigorú szabályrendszere, hanem csak javaslatokat tesz, talán ezért is annyira egyszerű betartani. Arról nem is beszélve, hogyha belegondoltok abba, hogy mondjuk Görögországban, Olaszországban milyen tipikus ételeket esznek az emberek, és erre gondolunk, akkor nagyon kevés az az ember, aki ezeket ne szeretné. Tehát ráadásul ízletes, finom, könnyen elkészíthető, egyszerű ételekről van szó, olyan alapanyagokból, amiket itt Magyarországon is azért többé-kevésbé lehet kapni. És ugye a mediterrán diétának az egyik alapja az, hogyha lehet, akkor ugye idény zöldségekből, gyümölcsökből válogassuk az ételeket, és jó, nem minden kapható Magyarországon ebből, de nagyon sok. Úgyhogy ez borzasztó könnyű mindenkinek betartani, és nagyon sokan szeretik is ezt a diétát. A mediterrán diétának a lényege az valójában a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a teljes kérlésű gabonaféléknek az előnyben részesítése, tehát ez adja a táplálkozásnak az alapját, hüvelyesek fogyasztása és az olajos magvak fogyasztása. A mediterrán diétában a zsíradékot alapvetően az olívaolaj szolgáltatja, az extra szűz olívaolaj. Tehát ezen kívül egyébként növényi zsíradékokat fogyasztanak, halakat, a halak fogyasztását részesítik előnyben minden más húsfélének a fogyasztásával szemben, minimális szárnyas fogyasztás és még kevesebb vörös hús fogyasztást javasol a mediterrán diéta. Ugye a tejtermékek fogyasztását is mérsékelni kell ebben a diétában. Ha tejtermékeket fogyasztunk, azon belül is ugye a kemény sajtokra kell gondolni, hogy azt lehet mérsékelten fogyasztani, tojást, illetve hát a tejet nem is, de ezeket a fermentált, tehát kefír, joghurt, fermentált tejtermékeket. Nem kell a sózást túlzásba vinni,
és illetve oda kell figyelni arra, hogy milyen mértékben sózzuk az ételeket, előnyben kell részesíteni a nem feldolgozott élelmiszereket, és inkább fűszerekkel adjuk meg az ételek ízét szemben a sózással. Ők azt mondják, hogy akkor válik egészségessé az étel, hogyha maga az étkezés és a körülmények is úgymond egészségesek, tehát nem csak a testedet, hanem a lelkedet is szolgálják. Ezért javasolják azt, hogy minél gyakrabban legyünk együtt a szeretteinkkel, a családunkkal, valamilyen társasággal. Szóval, hogy ne egy ilyen magányos történet legyen az étkezés, amikor így bekapkodjuk a kaját, hanem adjuk meg a módját, és töltsünk el vele annyi időt, amennyit csak akarunk, figyeljünk arra oda, hogy ugyan nem sokat, de ezeket az egyszerű alapanyagokból összeállított ételeket jó hangulatban költsük el. Természetesen a mediterrán életmódnak, meg ennek a diétának része a mozgás is, ami nem azt jelenti, hogy lemegyünk x kört futni, hanem mértékletes mozgás, tehát ami nem erőlteti az izületeket, hanem sétálás például, tehát minél többet azért mozogjunk, és gyalogoljunk, ahova csak tehetjük, vagy biciklizzünk. Jóga, tehát ilyen kicsikét könnyedebb mozgást javasol. Nem véletlen, hogy ez a diéta így a korunkbeli embereknél is nagyon népszerű, mert ezek az alapvetések, amik itt most elhangzottak, ezek nagyon jól szolgálják ugye azokat a kockázatoknak a csökkentését, ami tényleg időskorban jön, és időskorban támadja az egészségünket. Szóval most nem is nagyon akarok erről többet mondani, hiszen biztos, hogy tudjátok, és tisztában vagytok azért ti is ezzel, és ezt sem azért mondom, hogy most azt mondom, hogy nem sok mindenki térjen át a mediterrán diétára, hogy egyrészt nem egy olyan nagy basszisszaszerre áttérni, mert szerintem eleve nagyjából így étkezünk, hanem inkább azokat a dolgokat emelném ki, hogy mi az, amit érdemes jobban elhagyni, és ez is jobban alátámasztja azt, hogy én nem nagyon eszem húst, már nem eszem húst, egyáltalán nem eszem, bocsánat, mert jó 3 éve, és tök jó a közérzetem, nagyon jól érzem magam ettől, csak halat eszem én is, és ez ilyen teljesen ösztönösen választottam egyébként ezt a diétát, nem mondtam ki soha, hogy na ez a mediterrán diéta, de valójában gyakorlatilag ezt csinálom én is már évek óta, mondjuk ez nem vezet fogyáshoz. Hiába mondja egy jó pár kutatás, hogy na, ettől te le fogsz fogyni, jó, hát lehet, hogyha valaki 150-200 kiló, akkor hogyha hirtelen a sok-sok, mit tudom, vörös hús bevitelről és a sok-sok sütike és csokika fogyasztásról áttér erre, és ugye ezeket elhagyja, akkor nyilván fog fogyni, de aki mondjuk, mint például én is csak 10 kilótól szeretne megszabadulni, és egyébként kiegyensúlyozottan étkezik, és nem eszik sokat, hát annak bizony ezzel a diétával nem mondom, hogy könnyű. De ez valójában szerintem nem is erről szól, hanem arról, hogy kiküszöböljük ezeket az egészségügyi kockázatokat. Nekem jelesül arról is, hogy azt a gyulladást, ami a szervezetemben van, ettől megpróbáljak megszabadulni, illetve ezt le tudjam csökkenteni, amennyire csak lehet. Hát nem tudom, én itt most be is fejezném ezt a blogot, meg ezt a kis mediterrán diétára való kitérőt. Írjátok meg nekem, hogy ti mit gondoltok erről, meg hogy ti hogy étkeztek, tehát kipróbáltátok-e már ezt, vagy akár tudatosan, vagy öntudatlanul ti is ezt az utat követitek-e, és egyáltalán, hogy mit gondoltok erről. Ugye a mediterrán diéta az nem egyenlő a pizza kajálással. Tehát a pizzán például rengeteg sajt van, tészta az ugye fehér lisztből készül, szóval, hogy nem, tehát nem mindegy, hogy milyen pizzát teszel, nem mindegy, hogy mennyi sajtot teszel rá, nem mindegy, hogy az a paradicsom szósz, vagy a paradicsom az mennyi finomított cukrot tartalmaz, szóval ezekre, tehát ez nem ugyanaz, amit mondjuk egy gyors étteremláncban pizzát szolgálnak fel, az nem egyenlő a mediterrán diétával. Na, szóval írjátok meg létszőt erről, mit gondoltok, és hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot. Hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek tegyétek meg, és tartsatok velem legközelebb és a legközelebbi videómban. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!